Debreceni Egyetem egészségügyi kar tudományos diákköri tanácsa több mint negyed évszázada koordinálja a hallgatók tudományos diákköri munkáját, kiemelt jelentőségűnek tartja a kutatómunka iránt érdeklődő hallgatók felkészítését és támogatását. A tanács minden évben megrendezi konferenciáját, amelyre egészségtudományi és társadalomtudományi területekről érkeznek hallgatók és pályamunkáik. Az idei rendezvény teltházas volt. A specialitását ebben az évben az adja, hogy egyrészt nemzetközi jellegű a plenáris előadásunk, a szekciókban pedig az országból egyéb képzőhelyekről védőnőképzést illetően érkeztek delegáltak, és így az országban folyó védőnőképzésben tanuló hallgatók tudományos munkái fognak ma itt egy bizonyos szinten megmérettetni. A rendezvényen a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság elnöke is tartott előadást. Dégi L. Csaba kiemelte, a daganat és a daganatos betegség önmagában nem lelki eredetű, viszont köréjük olyan pszichológiai és társas folyamatok, helyzetek kapcsolódnak, amelyek magát a betegséget legtöbbször súlyosbítják. A pszichoonkológiának tulajdonképpen alapvetően két nagy célja van. Az egyik, hogy a daganatos betegséggel együtt járó stresszes állapotokat, amit úgy nevezünk, hogy daganatos distressz, ennek a szintjét elviselhetővé tegyük, és olyan szintig levigyük, olyan szintig tartsuk kézbe, hogy ez magát a betegséget és a felépülést, a daganatos folyamatot ne akadályozza. Másrészt a betegeknek az életminősége az, ami tulajdonképpen központi téma, és mindkét kérdést, a daganatos distresszt és az életminőségnek a javítását is egyébként egyre inkább emberjogi kérdésnek tekintik, ugyanis a daganatos betegség jelenleg a harmadik, de legtöbb országban a második legnagyobb gyilkos és a legnagyobb betegség teher a társadalom részére. Ahol lelki segítség is kérhető, ott duplájára nő a túlélési esély, mondta DGL Csaba, majd hozzátette, az öngyógyítás teljes mértékben lehetetlen, de a megfelelő körülmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetben a gyógyulást elősegítő folyamatok játszódjanak le.